Az a kérdésem felétek és mindenki felé, hogy ebben az új helyzetben milyen lehetőségeket láttok? Nehézségeinket és a gyengeségeinket elmondtuk, ezek jócskán vannak, ugyanakkor mégiscsak vannak pozitívumok, tagjai vagyunk az Európai Uniónak, együtt is föl tudunk lépni, ezt kiderült, megmutattuk. Nem olyan kicsi ez a 4 plusz 2 ország hónap, a Visegrád 4 pluszról is fogunk beszélni. Igazából én úgy látom, hogy nem éltünk a lehetőségeinkkel, a történelem most egy új helyzetet teremtett, most meg így lehet. Mit gondoltok? Azt kellene, hogy alakuljanak ki nagyon jó ötletek, nagyon jó stratégiák, de ezt nem nagyon látom, hogy közép-európaiak kialakultak volna. Most egy kialakulóban lennének. Ugye van egy ilyen, hogy most ha britek kiléptek, akkor kilépnek majd, akkor most attól kell jobban félni, hogy erősödik megint a németek meg a franciák szerepe, vagy inkább attól, hogy erősödik a Oroszország szerepe és befolyás a Közép-Európában, mert ez szerintem sokkal fontos. Én szempontom például ez fontosabb, mint az, hogy erősödik Németország szerepe. De ez mondjuk a hozzáállás kérdése. Lehet, hogy vannak közép-európai politikusok, akik éppen Németországtól jobban félnek, Oroszországtól, mondjuk én ettől óvnék. De lehetnek ennek sokkal nagyobb, vagy mérhetőbb globális kihatása is, például annak, hogy Nagy-Britannia kilép, például, hogyha ezután Nagy-Britannia szétesik, akkor szerintem megkérdezik Nagy-Britannia helye a biztonsági tanácsban, és aztán ez globális szempontból biztonságpolitikai kérdés, nem csak európai szempontból. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon kényes kérdés, és mindezekben a kérdésekből beszélni kell, és valamilyen módon megoldást találni, és nem hiszem, én nekem nem tetszik az, ami most a visszaadás történt, hogy már második ülése nem hívták meg a panelet, és nem fogják meghívni brit nagybrit, még mindig Európai Unió tagja, szóval én nem hiszem, hogy el kéne túlságosan gyorsítani kéne folyamatokat, én megfontolásra szeretnék volna intenni mindenki. Mert amikor az Európai Unióba léptünk, akkor volt egy ilyen tendencia, egy divat, akkor előre szaladás, mindenki próbált része lenni egy olyan közösségnek, ahol az emberi jogok, a demokrácia, a szabad gazdaságnak helye van, és meg akartunk szakadni egy olyan múlttól. Most úgy néz ki, hogy egy új szansz van, hogy mi majd magunk döntsünk el, felelősség teljesen, hogy tartozunk felelősséggel nemzeteinknek, de tartozunk felelősséggel Európa iránt is. És hogy az Európai Unió megoldott valamit, ami nagyon fontos Európának 50-60 évvel ezelőtt, azt, hogy legyen béke, hogy legyen egy tartó és fenntartható béke és megbékélés az európai nemzetek között. Erre szerintem továbbra is szükség lesz, és hogy a bürokráciát meg kell reformálni, hogy a mi jelenlétünk és szavunk erősödjön meg Brüsszelbe, ez nekem biztos, de gyengíteni Európát, kilépni az Európai Unióból, ez szerintem csak visszavezetne olyan konfrontációs hangulatokra, amit nem vagyok biztos, hogy külön-külön meg tudnánk oldani. Nem veszik a társadalmat, nem fogtam. Tehát a Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság kilépése az Unióból, az egy hosszú folyamat lesz, és utána sem úgy kell elképzelni, hogy akkor minden erőt lehúztuk, minden erőt becsuktunk, és semmi közünk egymáshoz. Ne felejtsük el, hogy olyan országok, mint Norvégia vagy Svédország 85%-ban adaptálta az acquis communautaire-t, vagyis az Európai Unió egész jogrendjét. És ehhez alkalmazkodnak, nyitottak a határaik, gazdaságilag integráltan benne vannak az Európai Unióban, nem ülnek ott a döntéshozatalnál, az asztaloknál. De a társadalmaik teljesen benne vannak az Európai Unióban. Én nem tudom azt elképzelni, hogy Nagy-Britannia úgy lép ki, hogy utána a más csatornánál lezárjuk a kapcsolatokat. Azt sokkal valószínűleg tartom, hogy egy ilyen bonyolult szövevény alakul ki a britek és az Európai Unió között.
Tehát egy nagyon erős kapcsolatrendszer, ne felejtsük el, hogy az Európai Unió pénzügyi központja az otthon. Tehát azért az nem olyan könnyű azt, hogy kiemelni, és azt mondani, hogy mostantól ezt a semmi közünk hozzá. Ugye? És most visszatérve pedig Közép-Európa szerepére, én azt hiszem, hogy a szerepünk az adva van. Hát ugye folyik a vita arról, hogy milyen Európai Unió legyen. Ebben az Európai Unióban egy ellen most kiesik politikai értelemben. Ugye a briteknek az a szemlélet, hogy a nemzetek Európára unióját szerették volna, nem a föderalist Európát. Ugye a közép-európai országok szintén a nemzetek unióját képzelik el a politikai politikusok, és nem a föderalist Európát. Ez a vita folytatódni fog. És végül is az a kérdés, hogy milyen Európát, akkor nem konfederációt, hogy erősebb, amely képes döntéseket hozni, például egy ilyen migrációs válság esetén, vagy nem képes. Na most kiderült, hogy van föderációs elem, nem csak konfederációs, de nem képes. Tehát gyakorlatilag én azzal az állásponttal szimpatizálnék, hogy hozzunk létre új alapokon, többféle játékos szempontját figyelembe véve, hagyva, ha már vannak dezintegrációs felek, akkor menjenek végig. Ha Nagy-Britannia szétesik, Svócia belép, Írország esetleg egyesül, nem tudjuk, de kezdjünk egy új párbeszédet arról, hogy milyen lenne az az ideálisabb, reálisabb, hatékonyabb egység, amit elég nem tudunk létrehozni. És ne arról vitatkozzunk, mert neked sehova nem visz, hogy föderáció lesz, vagy konfederáció, mert teljes föderáció biztos, hogy nem lesz, és pusztán konfederációnál már most több van. Tehát ezért fontos ez a... Igen, fontos, amit mondasz pedig, mert ugye az Európai Unió egész intézményrendszer olyan, hogy vannak nemzetállami hatáskörök, és vannak brüsszeli hatáskörök. Hát mondjunk csak az egész vízumrendészetre, ugye az már brüsszeli hatáskör, vagy például most ugye napirendre kerül újra a Frontex és a közös határőrizet. Hát ugye ez egy újra megújuló olyan kérdés, ami rendkívül fontos kérdés, mert a holland és a francia nem szavazatnál, ugye az európai alkotmányra, igazából kiderítette az Euróbarométer, hogy a Big Bangre, a keleti bővítésre és arra a módszerre mondtak nemet a két legdemokratikusabb, talán két legdemokratikusabb tagállam a társadalom az Európai Unió, ami azt jelenti, hogy minden a fejük fölött zajlik, nem, őket nem kérdezik meg, az európai integráció antidemokratikus vagy nem demokratikus módon folyik, és ebben nekik mint demokráciáknak elegük volt. És ez sajnos nem volt elégítő jel, én azt mondom, az elmúlt 10 évben lett volna lehetőség, hogy ezen alapvetően változtassunk. Az Európai Bizottság, az európai bürokraták, ahogy ezt mondják politikusok, nem hallgatták ezt, nem érdekelte őket, azt gondolták, hogy majd szépen tovább lendülünk ezen, és kiderült, hogy nem. Ez olyan szinte süllyedt, hogy nem hallották meg azokat az üzenetek sem, amelyek mondjuk például most Nagy-Britániából jöttek. És olyan szinte süllyedt a dolog, hogy a nemzetállami demokráciák is elkezdtek kiürülni, lásd Görögország, vagy más példákat is lehetne mondani. Tehát itt egy nagyon mély és sokrétű válságról van szó, ezért gondolom, hogy újra lehetne gondolni a mellét. Tehát itt most a közép-európai országoknak van egy szansa, hogy hatékonyabban, hangosabban szóljanak közösen bele az európai ügyekbe. Én azt gondolom, hogy ebben van egyetértés lengyelek, magyarok között, és úgy látom, hogy van érdeklődés a V4+2, tehát a szlovén és a horvát részről is, mert mindenki érzi azt a veszélyt, hogyha egy Nagy-Britannia nélküli Európai Unióban vagyunk, ahol a német túlsúly igenis megnő, és ebben kapcsolatban nagyon komoly művek születtek már német szociológusok tollából is, hogy egy német Európa milyen destruktív tud lenni, és ezt látjuk. És az orosz jelenlét, meglehetősen agresszív jelenlét szintén ráveti az árnyékát a mi létezésükre. Ha ebből nem tudunk, nem tudjuk föltenni a kezünket, hogy nekünk is van véleményünk, amit meg kell hallgatni, akkor könnyen ugyanabban a helyzetbe kerültek, amiben már voltunk, tehát elkezd szétporladni ez a Zwischen Európa, ez a közös Európa, és a végén már senki nem lesz kíváncsi arra, hogy mi mit gondolunk. Tehát ez egy eléggé, azért mondom, hogy ilyen, egy nagyon törékeny pillanat, egy nagyon komplex és nagyon, nagyon veszélyes pillanat, amiben vagyunk, de látok egy lehetőséget, de nem tudom, hogy gondoltuk elő. Erős Európára szükség van, tehát biztonságpolitikai szempontból és béke szempontjából is, és megőrizni azokat a
azokat a kiváltságokat, amit 60-70 évet el tudtunk élni közösen, és Európa, mint gazdasági szereplő, tehát nem állhat meg a globális versenyben úgy, hogy most széttessék nemzetállamokra, szerintem ez teljes evidencia. A másik kérdés viszont az, hogy az jogos természetesen, hogy van egy nagy demokrácia deficit Európában, tehát Európai Unióban, de viszont attól én óvaintenék, hogy ezt úgy oldjuk meg, hogy leviszünk mindent úgymond nemzetállami szint, mert nemzetállami szint önmagában nem garancia arra, hogy ne legyen demokrácia deficit, hiszen ez két dolog, tehát a demokrácia deficitet az szerintem nemzetállami szinten is meg kell oldani, és az egyik szerintem az egyik probléma az, hogy ha mi úgy beszélünk magunkról nemzetállam, az már önmagában demokrácia deficit, hiszen mi nem vagyunk nemzetállamok. Tehát azért mondtam azt, hogy valamiképpen vissza kéne térni a közép-európai identitáshoz, tehát kibékülni saját magunkkal. Tehát nem tudsz politikákat megfogalmazni és végrehajtani nemzetállami szinten, azokat Brüsszelben hozzák. A policy, a gazdaságpolitikáról a döntés, az a nemzetállamok fölött van. Tehát ott viszont nincs demokrácia. Ettől ez kiüríti a nemzetállami demokráciákat, tehát összefügg a kettő. A kérdés az, hogyha ezt a modellt, ezt a Brexitet mindenki most magáévá teszi, és a közép-európai államok is kezdenek egyenként azon gondolkodni, hogy kilépnek, maradnak még azok az értékek, amelyeket az utolsó 25 év megerősített itt nálunk. Szóval nagyon kell vigyázzunk arra, hogy mi hová tartozunk, és arra is, hogy ha nem szeretjük a bürokráciát, azért nem szeretjük, mert az európai szinten létrehozott intézmények nem működnek. Az az Európai Bizottság, az nem egy kormány, az Európai Parlament nem egy igazi parlament, és akkor itt vannak az eredmények. Ezen kéne változtatni.